Tiszteltel köszöntlek meneteket, Zidari Zoltán vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem Műszaki és Informatikai Karán, főként beágyazott rendszerek programozásával foglalkozom. Mai alkalommal az ESTI nevű cégnek a QBMX nevű rendszerét próbálom nektek megmutatni. Először nézzük a hagyományos régi módszert, hogy hogy kellett beágyazott rendszert fejleszteni, és mi volt ezzel az általában komoly probléma. A szokásos kezdeti állapot, amikor az ember szeretne egy új eszközt használatba venni, akkor el kell olvasni a hozzátartozó dokumentációt, amit itt, ha megnézzük, akkor ilyen USQ 800-2000 oldalas PDF dokumentációnak a bújását jelenti. Ezen kívül még a használni kívánt operációs rendszernek a konfigurációs fájlait is ismernünk kell, és be kell állítgatnunk, hogy hogy szeretnénk használni az aktuális rendszert. És akkor kezdődik ez a kellemes kis körforgás, az ember megpróbál valamit, hogy felkonfigúrja, térde imához, hát ha sikerül lefordulni neki, beflasheli a chipben, és akkor általában az szokott lenni, úgy hívjuk ezt a jelenséget, hogy a varany pislog a mocsárba, és semmit nem csinál. Tehát ott ül, felveszi a villant, és őt várakozik. Akkor utána kezdődik a következő forduló, mit rontottunk el, persze nem mond semmit. Ha úgy sikerült valamit felkonfigolni, és az operációs rendszerben úgy vannak beállítva a ellenőrzések a makrókkal, hogy ki tudja szúrni, akkor szerencsénk van. Ha nincs szerencsénk, akkor a varangy effektus folyamatosan megy körbe-körbe. Közben viszont megy az idő. Ez itt a fő probléma. Mutatok egy-két ilyen elrettentő példát, és ezt nem azért, hogy aki most akar vele foglalkozni, akkor azt mondja, hogy akkor köszönöm szépen, inkább mégsem ilyen lovat szeretnék. Az első. Ez az általam használt itt ez a kis chip, amiről mindjárt lesz szó. Ennek a dokumentációja 837 oldal maga a referencia doksi, és ha mondjuk egy kutya közönséges soros kommunikációt szeretnénk összehozni, egy usartat, tehát semmi extra, akkor itt látjuk, hogy ilyen kis képletekkel kell szórakozni, akkor arra vannak mindenféle korrigáló tényezők, és ilyen táblázatból ki kéne mazsolázni, hogy hogy kell beállítani az órajelet, hogy úgy legyen, hogy pont akkor legyen a bódráta, hogy nehogy eltévedjen egy szemközti kommunikációs felülettel. Ez az egyik ilyen probléma. Aztán utána van még a következő, ami itt található. Igen, kedvencünk. Ez pedig az úgynevezett output matrix. Ugye a chipeknek általában kevesebb lábú van, mint amik periféria rendelkezés áll, és ahhoz, hogy az aktuális eszközön milyen perifériákat hova szeretnék kiparancsolni, ahhoz van egy ilyen szép kis táblázat, amiben ki kell nézni, hogy melyik portról van szó, melyik porton tud az, hogy melyik eszközről van szó, melyik porton tud kilépni, és akkor utána ki kell keresgélni, és ha szerencsénk van, és beeltaláljuk, akkor ott fog kiszólni, ahol várjuk. Ha nincs szerencsénk, akkor lehet egy másik porton, vagy egyáltalán nem szokott kikiabálni. Tehát ez itt a probléma, ez mondjuk csak a dokumentáció oldala, ez ráadásul nem is a referencia doksiban van, hanem a datasheetben, amely további 150 oldal. Tehát az F411-hez most már tartunk ilyen 1000 oldalnál, a 429-es, amit mutatok egy másik ilyen eszközt, annak meg 2000 oldal a referencia doksia, és az embernek ott kell bujkálni, hogy melyik regiszter, melyik bitjében mit kell állítani, hogy jó legyen. Utána nézzük az operációs rendszert. Az eddigi nagy kedvencem a ChibiOS nevezetű operációs rendszer volt. Itt csak annyit látunk, hogy van egy halconf nevezetű fájl, ez egy hardware absztrakciós layer. Itt csak annyit kell beállítani, hogy szeretnénk vagy nem szeretnénk. Tehát az UART-ot, ha akarjuk használni, akkor itt egy true-false-al könnyű kiválasztani, tehát ez nem nagy duranás. Viszont van egy mcuconf.h, amelyben elég rendesen kell itt küszködni vele, ha csak rákeresünk arra, hogy USART, akkor itt látjuk, hogy millió egy paramétere van, és ha még ne adj Isten DMA-t is szeretnénk használni, akkor meg aztán gatyát felkötni. Ha meg még az órajelekkel szeretnénk még trükközni, hogy kicsit gyorsabban menjen a jószág, akkor igencsak meg kell küzdeni vele. Tehát ez itt a fő probléma, amivel egy fejlesztés eléggé el tud menni, és addig, amíg az ember ezeken nem jut túl, ezeken a lélekölő borzadályokon, addig nem tud értelmes munkát végezni. Úgyhogy ezt gyorsan csukjuk is be. És visszatértünk ebbe az állapotba, és akkor innen ez lesz a következő lépés, hogy ez nem elfogadható, és nem biztos, hogy ezt mi szeretnénk. Hanem helyette nézzük meg, hogy mire lenne nekünk szükségünk, és ezt az ST elég jól fel is ismerte. Azt kell mondanom, hogy teljesen jogosan a saját termékeiket tudják csak konfigurálni, viszont olyan széles választékban gyárt az ST chipeket, és ráadásul Discovery boardokat, amit az oktatásban rendkívül módon imádunk, mivel hogy pár ezer forintos tételt jelentenek, hallgatók boldogan megveszik, és utána tudják hozni a kis munkájukat, és mutatják, hogy már ezt is tudja, azt is tudja, ezt is tudja, tehát ez így nekünk kényelmes.
Természetesen ezeket a Discovery boardokat úgy árulja az ST, hogy ezt produktív munkára nem lehet használni, tehát csak tesztelési célokra használható és csak oktatásban, viszont minden dokumentációt kiadnak, tehát ha valaki utána akar gyártani, később majd mutatok ilyen saját gyártmányú panelt, akkor ennek semmiféle akadálya nincs, és tényleg jól működik, tehát semmit nem kell küzdeni. Tehát mire lenne nekünk szükségünk, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk dolgozni, legyen egy board és MCU config, tehát vagy a boardot, vagy a chipet tudjuk felkonfigurálni. Az STM, ahogy látjuk, van Discovery és van nukleós sorozatuk, teljes vertikumot lefedik, és viszonylag olcsón lehet kapni, sőt olyan is van, aminek LCD kijelzője van, az sem túl drága az eszköz. Lehessen bájtani az összes resource-ot, amit egy chip rendelkezésünk tud bocsájtani, így mint a reset és clock control, ezzel van a legtöbb probléma. GPIO beállítás, ez az a bizonyos matrix, amiről beszéltem, és még ráadásul természetesen meghajtások, és látjuk majd a kis finomságokat. A szokásos UART-ok, USART-ok, CAN bus, SPI, USB és így tovább. Timerek, aki szeretne használni, az természetesen jó. Hogyha rendes operációs rendszert használunk, akkor zömmel nem biztos, hogy szükség van hardware timerekre, de persze természetesen legyen. AD-DIA konverterek természetesen kellenek, hogy legyenek. Ha van LCD driverünk, akkor azt is jó lenne, hogyha fel lehetne konfigolni. Természetesen watchdog, hogyha van az eszközben, akkor azt nagyon is szeretnénk használni. Természetesen a debug fázisban nem kapcsoljuk be a watchdogot, mert mindig beleszól és mindig elszáll a rendszereink. Ami nagyon kellemes, hogy kezeljen middleware-eket. Ez mit jelent, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudok olyan beágyazott rendszert mondani, amihez nem kéne valami rendes multitaskos operációs rendszer. Itt a ST QBMX, a FreeLTOS-t integrálta, az mi egy ilyen ipari szabvány, viszonylag kevés fájlból áll, és gyakorlatilag minden tud, amit egy oprendszernek kell. Nem olyan cizellált, nem olyan fényes, mint a ChibiOS, viszont cserébe sokkal egyszerűbb és sokkal kisebb helyet foglal. Ha valakinek FATF-es, említettétek itt a kellemes Microsoft retteneteket, mindig beteszi a lábát a Microsoft. Ezzel a FATF-essel ennél ostobább fájrendszert már régen láttunk. De kell kezelni, mert a rádugott chipek, USB fájlformátum, ez mind FATF-es szeretne használni. Clock config, ahogy mondtam, interruptot, DMA-t jó lenne, ha fel lehetne konfigolni, és nem kéne nekünk ott kitalálni, hogy melyik fájlnak, melyik paraméterében mit kell beállítgatni. Jó lenne, hogyha generálna egy kód skeletont is, hogy nekünk kell mindig minden egyes munkát úgy kezdeni, hogy új fájl, és akkor disable interrupt és jump nem tudom hova, hanem ez legyen meg úgy általában működőképesen. Van a QBMX-nek egy ilyen szolgáltása is, fogyasztás előrejelzés, ezt én még sosem mertem használni, ők sem azt mondják, hogy ez nagyon pontos, de valami előrejelzés mégiscsak szolgáltat. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy ha meg tudod mondani, hogy körülbelül milyen idő kitöltéssel futnak a szoftvereid, akkor ki tudja kalkulálni, hogy az a chip milyen akkumulátorral hány évig fog működni, hány hónapig fog működni, hogy kibírja. Platform függetlenség, ahogy mondtam, vannak itt, akik meg vannak verve operációs rendszernek látszó tárgyakkal is, akkor őket is ki kéne szolgálni, tehát ha valaki Windows-on szeretne küzdködni, akkor tegye meg. OSX-ről nem tudok nyilatkozni, csak a fórumokon láttam kérdéseket. Ebből az következik, hogy nagy valószínűséggel működhet, mert a kérdések alapján úgy látszik, hogy emberek használják azt is, de én a környezetemben hát nem ismerek senkit, aki OSX-et használ, bocs. És ami nagyon kényelmes lenne, hogy a firmware és software update is legyen, tehát maga a software is legyen olyan, hogy update-eli magát, ne nekem kelljen mindig letöltögetni, újra és újra frissíteni. Ezzel kapcsolatban tudok majd mesélni kis Windows-os történeteket, hogy nem lehet frissíteni a QBMX-et. Oké. Hogy néz ki a kódgenerálás? Le lehet tölteni firmware csomagokat az összes chiphez, ami létezik, amelyben gyakorlatilag a kód skeletont írták ők le. Ez egyébként egy ilyen jávás keretrendszer, jáván fut a szoftver, és a FreeMaker nevezetű, nagyon kellemes kis, FreeMarker nevezetű, nagyon kellemes script motort használja. Nem kell mindig mindent letölteni, mert rendkívül nagyok ezek a fájlok, ilyen néhány száz megabájt darabja, tehát azt kell csak letölteni, amire szükségünk van, a többit azt meg, ha kell, akkor majd alkalmas pillanatban letöltjük. Egy darab fájl van a projekthez, ez az IOC nevezetű szoftver, vagy fájl, ez egy kutya közönséges textfájl, ebben írja le, hogy mi a beállítás és hogy néz ki. És a QBMX ezekből legenerál nekünk egy komplett projektet mindenestől egy alkönyvtárba, megcsinálja a skeletont, mindent, amihez szükség van, és utána gyakorlatilag a megcélzott helyekre
bele tudjuk írni a saját kódunkat, és tudunk vele foglalkozni. Ami még nekem nagyon tetszett a Cubemx-ben, hogy ha mindig minden projektben van ilyen, hogy valami megváltozik, és újra kéne valamit konfigurálni, vissza kell venni az órajel sebességeket, át kell konfigurálni, nem az a GPIO, mert hardveresnek jobban esett a másik oldalra, akkor nem kell kétségbe esni, Cubemx rendkívül intelligens módon nem nyúl hozzá az általunk beleírt kódokba, hanem csak azokat a részeket cseréli ki, amit ő generál. Természetesen ez nem egy varázsszer, és hogy mindig csak dicsérem, el kell mondanom egy-két apróság, azért valami nem tetszik. Többek között az, hogy nem gyárt makefile-t, tehát szakít azzal a hagyományal, ami Linuxon természetesen működik, hogy mindig mindent make-kel csinálunk. Valószínűleg ez megint csak a Santa operációs rendszernek látszó tár miatt van, ugyanis ott egyáltalán nem lehet normális make-et csinálni. Van egy rakás make, mindegyik másképp működik, és ebből következőleg azt gondolták, hogy akkor nem kell küszködni itt a make-kel, hanem csináljunk Eclipse projekteket. Feltettem ide nektek a downloadst is, ezt nyilván majd le lehet tölteni valahonnan a Szabad Szoftver konferencia honlapjáról. Maga az a Cubemx, ami szintén egy jávás program, tehát még fel kell tenni mindenképpen a gépre egy jávát, és ez egy Eclipse alapú lesz a SV for STM32. Ezt is az ST adja ki, ingyenesen használható Eclipse-et kicsit meghekelték, hogy a saját processzoraikat és a saját rendszerüket jól tudja használni. Tehát ezt meg kell tenni. A gond az, hogy mind a kettőnél be kell regisztrálni, úgyhogy kell hozzá, egyszer meg kell adni a mail címeteket, elszól kell kérni, és onnantól a dolog teljesen kényelmesen működik. Jó, akkor így előjáróban prezentációs szinten ennyit, és akkor, ha megengeditek, én most le kéne, hogy üljek, hogy tudjak gépelni, és mutatom élesben is, hogy lehet használni a jószágot. Tehát ezt itt hazaküldjük. Ezek itt mind nem kellenek, és akkor indítsunk egy Cubemx-et. A méreteket rögtön belőjük, hogy nagyjából ez így méretes lehet, tehát ez a bejelentkező kép, ahogy mondtam, jávás a dolog, tehát aki látott már rögtön tudja, hogy aha, jáva a dolog. Indítunk egy új projektet, valamennyire látszik? Jó. Oké, tehát az első lépés az, hogy ki kéne választanunk, hogy mit szeretnénk. Itt két megoldás is van. Az egyik az, hogy milyen erőforrásokra van szükségünk, és itt kínálja a csipek által biztosított lehetőségeket. Tehát például itt azt mondom, hogy szeretnék, ami ki van nullázva, az alap. Tehát azt mindegyik csip tudja, azt nem kell küszködni vele. Hogyha én azt mondom, hogy szeretnék például egy Ethernet kommunikációs interfészt fölhúzni, és szeretnék mondjuk egy SPI-t nem tudok beállítani, TFT LCD-t, akkor közben szűkíti a kört, és mondja, hogy melyek azok a csipek, amikre egyáltalán képesek, amilyen kívánságok, tehát képességeket ki akartam választani. Ezen kívül, hogyha ilyenem nincsen, akkor meg tudom mondani a következő paraméterekkel, hogy melyik családot akarom használni, itt F0-tól F7-ig mennek, és L a kisfogyasztású sorozat, tehát hogyha mondjuk egy F4-et választanék, akkor ezt a családot be lehet állítani, hogy ezen belül is melyiket szeretném, mondjuk itt egy F411-ről van szó, aztán hardvereseknél nagyon fontos, hogy milyen tokozást szeretnénk használni, tehát akár a 64 lábú kicsi, van egy 100-as, aztán utána, ami már konyhaasztalon nem fog működni, ez a több 100 lábú BGA tokozás, ezt nem nagyon lehet összehozni. Aztán még lehetne itt filterezni, hogy mennyi IO-t szeretnék, mennyi flash-re van szükségem, és így tovább. Ha ez mind nem elég, hanem, és nem csipet akarok, hanem egy meglevő eszközt szeretnék kiválasztani, és nyilván 411-nél a TCP/IP az nem lesz egészséges, azért nem mutatott egyet sem, de itt láttunk egy 411RE, ez van itt ebbe a chipbe, ez található. Tehát ha nem csipet akarok, akkor boardra is keresgélhetek. Ezeket mind a gyártja, itt is szintén kiválaszthatom, hogy milyen erőforrásra van szükségem, hogy ehhez tudja bordot venni, vagy ha már van bordom, akkor egyszerűen azt mondom, hogy itt szeretnék egy Nucleo sorozat, ez a Nucleo board, ezen belül, hogyha az F4-et akarom, akkor itt van a sorozat, 401, 411 és így tovább, nekünk egy 411-es bordunk van. Akkor kisvártatva, kis molyolás után egyszer csak behozza a induló képernyőt, amely rögtön a chip lábait felsorolja, ez nagyon kellemes, mert hardveresek számára ez jól mutat. Meg lehet nézni, hogy mik azok, amik ezen a bordon már úgy nagyjából fel vannak konfigurálva, ezek a narancssárga lábak. Tehát itt látszik, hogy van egy USART már helyből, ezen van egy virtuális komport,
amelyet akarom használni, akkor természetesen be kell állítani, de még nincs felhasználva. Itt, ami biztosan megvan a nyomógomb, ez itt egy blue push button akar lenni, így ha kicsit odébb húzzuk, akkor ez már látható lesz. Tehát ez a kék nyomógomb, borzalmasan rosszak a nyomógombok, azt el kell mondani, nagyon olcsók, viszont ilyen lötyögős a nyomógomb, klasszul prelleg és időnként szétesik, tehát csak finoman kell velük bánni, de hát testbord. Van még itt egy darab LED barajta, sajnos ezen csak egy LED van. A régebbi Discovery boardokon 4-5 LED-et is lehetett találni, tehát sokkal kellemesebb munkákat lehetett végezni. Oké. Itt látható bal oldalt a perifériáknak a felsorolása. Be tudjuk állítani, hogy mire van szükségünk. Először menjünk a perifériákon, akarunk-e AD-t. Amit be van pirosozva, az azt jelenti, hogy azt már nem lehet használni, mert az eddigi bekötések alapján ezt már erre a célra nem tudjuk elhasználni. Ami felkiáltó jeles, az azt jelenti, hogy már félig meddig használt, mint például az ADC. Tehát itt nem tudom mind a 16 csatornát és a 3 extra csatornát használni, mert itt 3 pint már elhasználtunk belőle. Ez csak azt jelzi. A következő, mondjuk itt, ami fontos, ez a RCC. Itt lehet megadni, hogy milyen a reset és clock logika, hogy épüljön fel. Akarok-e külső kvarcot használni, hogyha itt be tudom állítani, akkor mondhatom, hogy külső kvarcot akarok használni, vagy pedig a belső RC oszcillátorát akarjuk csak alkalmazni. Van egy low speed, ez a kis real-time clockhoz tartozó 32 kHz-es órajel, szintén jöhet kristályról és szintén jöhet belső RC oszcillátorról. Ha szeretnénk, akkor a clockot ki is lehet parancsolni lábkimenetekre, és meg is lehet, be is lehet majd állítani, hogy melyik clockot hova szeretnénk kiparancsolni. Aztán még itt van, ha van real-time clockunk, akkor azt természetesen még be kell jönni, hogy szükségünk van rá. Látjuk, hogy SPI-1-et már nem tudjuk beállítani, mert azt már valaki lefoglalta. Ami még itt fontos lesz majd később a system beállítások, ez csak ennyi, hogy akarunk engedélyezni debug interfészt, tehát van külön JTAG kivezetése kihozva. Itt ez a bordon rá van integrálva, tehát az olyan félbevágva a bord, mert ide rátettek külön egy komplett JTAG interfészt. Időalapot be lehet állítani, ha vannak timereink, akkor természetesen. Mire figyelmeztet, hogy a SIS zöld? A zöld szín az annak van jelentés? Az, hogy be van állítva. Tehát, hogy nincs vele probléma. És használva is van. Tehát a fekete az azt jelenti, hogy nincs vele baj, a felkiáltó jel, hogy már bizonyos része el vannak használva, a piros azt jelenti, hogy nem lehet, a zöld pedig az, hogy be van rendesen konfigolva. És akkor nézzünk itt egy USART 2-t, ez az, amelyik itt tartozik hozzánk, itt egyszerűen csak be kell állítani, hogy mit szeretnénk, legyen egy aszinkron kimenete, rögtön a lábakat bezöldítette hozzá. Még be lehet állítani, hogy akarunk-e flow controlt, RTS, CTS, vagy egyiket sem, általában már nem szoktuk használni az RTS, CTS-t, akkor még plusz lábakat is kimunkál hozzá. Ami itt nagyon kellemes, hogy az a bizonyos matrix, amiről az elején beszéltem, az itt igen kényelmesen megvan oldva, hogyha mondjuk szeretnénk használni az USART 6 nevezetű jószágot, akkor itt beállítja, hogy ez a PC7, PC6-on jelenik meg, de át is lehet ezt parancsolni, ha jól emlékszem, akkor a PA11-en van az USART 6TX, még oda is ki tud jönni, és utána még van egy PA12, ott meg a RX-e. És akkor egyszerűen csak át kell állítani, hogy oda szeretném, és már is ott fog megjelenni, tehát nem kell golyózni, hogy melyik lábon próbálnak kijönni, hanem egy az egybe, ez így kényelmesen működhet. Jó, ezzel csak kijelöltük, hogy mire van szükségünk. Akkor utána jön a borzadály, a clock config, ami itt azért sokkal kényelmesebb, mint hogyha textfájlokba kellene küszködni. Itt gyakorlatilag a teljes kapuáramkör sorozatot felsorolja, és nyilván amit nem lehet kiszelektálni, az azt jelenti, hogy akkor azt nem akartuk. Itt nem kértük azt, hogy az outputra ki lehessen küldeni. Ha visszamegyek, és azt mondom itt a RCC-nél, itt be is állítottuk, hogy master clock output 1, master output 2, akkor mondja PA8, PA9-en fog ez kiesni, és éppen most nincs senkinek sem útban. Hogyha ide visszajövök, akkor már ki is lehet választani, és meg lehet mondani, hogy melyiket szeretném, melyik lábra kikormányozni, és utána itt be tudom állítani, hogy ezek közül melyik az, amelyik oda menjen. Ami még roppant kényelmes, és ez az, ami szerintem egy elég ütős dolog, hogy meg lehet mondani, hogy valamilyen periféria csoportra
kötelező órát szeretnék. Tehát például itt azt mondom, hogy van itt egy two-cortex system, mert mondjuk az ritkán szokott ilyent előfordítani, de mondjuk periférial clocksnak itt 84 MHz-et állított be, és azt mondom, hogy ennek nem szeretnék annyit, hanem csak mondjuk 25 MHz-re van szükségem, akkor egy kicsit molyol, és utána kitalálja, hogy milyen osztásokat kellene csinálni ahhoz, hogy ez itt pont megfeleljen ennek a feltételnek. Ha valamit elrontok, akkor sincs különösebb gond, mert hogyha itt ezt föltekerem, akkor bepirosozza, hogy ezt most itt nem lehet ezeken az okok miatt, mert itt nem jönnek össze. És erre ugyan nem találtam nyomógombot, de lehet, hogy van. Én azt szoktam, hogy az ember visszamegy a pinoutba, clock config, rögtön felkínálja, hogy édes gazdám, itt valami nagyon pirosodik. Akarod, hogy próbálkozzak javítani, és mondjuk, hogy persze öreg. És akkor ott neki áll molyol, iterálgat, keresgél, és előbb-utóbb kitalálja, hogy melyik lesz az a beállítás, ami szerintem én megfelel, és akkor ezzel a clock config megvan. Azért ez sokkal kényelmesebb, mint hogy az ember a 2000 oldalas doksiba küzdik, és keresgél magának beállításokat. Jó, akkor megvan a clock is, ennek is örülünk, átmegyünk a configba, és itt pedig be kell állítani az egyes eszközöket, amiket szerettünk volna, azoknak a pontos paraméterezését. Menjünk még egy pillanatra vissza, én itt a pinoutnak a elején elfelejtettem beállítani a FreeRTOS, pedig annélkül nem élet az élet. Tehát ha akarunk beágyazott rendszert csinálni, és nem az a feladat, hogy egy darab ledet kell 500 millisekundumonként kapcsolgatni, akkor muszáj operációs rendszert választani. És ez a FreeRTOS viszonylag jól használható kis jószág, keveset fogyaszt, kicsi erőforrás igénye van, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 fájból áll, ipari szabvány, tehát el lehet vele boldogulni és kényelmes. Jó, akkor nézzük, milyen beállításaink vannak egy USART-ra. Azt mondja, hogy alapparaméterek, paraméter settings, igen. Be kell állítani a baud rate-et, ezt mindenki tudja és meg is adják, hogy mit szeretnénk, a szóhoz 8 bites, paritást már nem szoktunk használni, stop bit is lehetőleg minden rövidebb legyen, egy bit legyen. Adatirány csak adás vagy vétel, vagy mindkettő, és a samplinget is lehetőleg 16 sample-re tegyük, vagy ha 8-ra tesszük, akkor kockáztatunk egy-két apróságot. Mindig van help, tehát valami ráklikkelek, akkor itt, ha nem is nagyon bőbeszédűen, de elmesélő, hogy körülbelül ez miről szól. Meg tudjuk nézni még a GPIO settings-ét, és azt érdemes is picit megnézni mindig, amikor előkerül, ugyanis itt is vannak ilyen kis kellemes finomságok, amit referencia doksiból nehezen lehet megtalálni. Az első lépés az, hogy a GPIO mód az alternate function, push-pull, tehát felfelé és lefelé is húz. Utána van egy felhúzó-lefelhúzó ellenállása, egy felhúzó ellenállása és a sebesség, ez a nagyon fontos, hogy milyen perifériát használunk, és be lehet állítani, hogy low, medium, high vagy very high legyen az átváltási sebesség. Ez fogyasztásban is, meg zavar szempontból is fontos, hogy be legyen állítva. Itt, hogyha nagy óráját állítunk, nagy bodrát, akkor persze very high-ba kell állítani. Mindenek adhatunk még egy nevet is, egy user labelt is, ami utána bekerül a dokumentációjába és a szoftverbe is átviszi. Ez nagyon kényelmes, mert akkor legalább a lábakat rögtön itt el tudjuk nevezni, és nincs félreértés. Tehát ezeket a pineket használtuk. Akkor utána jöhet az interrupt, amivel ha nem használnánk, akkor azért elég, vagy nem ezt használnánk, akkor elég nehéz lenne megküzdeni. Ennyi az egész, hogy be kell klikkelni, hogy ilyen szeretném, hogy használd a globális interruptot. Akarunk DMA-t állítani, akkor azt is megtehetjük. Itt azt mondjuk például, hogy a TX-re érdemes DMA-t beállítani, mert az kényelmes, a vétele nem biztos, mert sosem azonos méretű csomagokat veszünk, és akkor DMA-val csak a küzdés van. Viszont az adásnál tudjuk előre a méretet, mennyivel egyszerűbb kikormányozni, és megy a dolog. És ennyi a DMA-nak a beállítása, tehát ez tényleg igen kényelmes jószág. Oké. Természetesen itt van a GPIO, meg lehet nézni a beállításokat. Itt azt mondja, hogy sima mezői GPIO-ra kettőt használtunk, ez az LD2 Green LED, aminek a alapszinten az outputja az alacsony legyen, tehát az legyen az alaptervezett állapotja, push-pull legyen a kimenete, tehát fölfelé és lefelé is húzzon, nincs felhúzó és lefelé húzállás, hogyha inputra akarnám használni, és a sebességet itt low-ra állítottam, egy ledet nem kéne túl gyorsan kapcsolgatni, ne fogjon fölöslegesen a villany. És ennek az a neve, hogy LD2. Itt a beírásnál az a szögletes zárójelet azért látjátok, hogy az nem kerül át a kódba, tehát lehet adni egy beszélőnevet, ami a Green LED, és ami a szögletes zárójelen kívül van, az lesz a neve, amit a kódba át is visz, tehát ez innentől kezdve így használható. Elmutogatja még, hogy mik azok a pinek, amiket nem GPIO-ként használunk, de erőforrások elhasználták. Itt van a real-time clockot, kikormányoztuk a P8 PC9-re, és az USART-nak, amit elhasználtunk, az még itt megvan. Jön a FreeRTOS,
azért nagyon kényelmes, mert azt is helyben itt lehet konfigurálni, és minden FreeRTOS erőforrást itt lehet felhúzni. Itt vannak a config paraméterek, aki használt már a FreeRTOS-t, tudja, hogy miről beszélek. Egy darab config file van és include-okat, egy header file-ba kell beállítgatni, hogy mit szeretnénk, tehát a take rate az például 1000, az 1 millisekundumos lesz a alapidőzítés. Aztán preemptív operációs rendszert szeretnénk, akarunk használni mutexet, rekurzív mutexet, nem akarunk most itt használni, nem akarunk számláros szemafort, és itt tovább ezeket itt be lehet állítani. Itt lehet feladni a taskokat és queue-kat, ha van. Rögtön generál egy alt értelmezett default taskot, aminek egy nevet kell adni, és egy függvény nevet, amit majd oda fog generálni, és csak a belsejét kell nekünk kitölteni. Természetesen stack size be kell állítani, és a másik nagyon fontos, hogy milyen prioritással akarjuk futtatni ezt a taskot. Még egyéb apró információkat be lehet lőni hozzá, és ez így jó. Utána, ha akarok queue-t használni, akkor természetesen azokat is itt fel lehet venni, és azokat mindjárt bele is teszi, és induláskor ezeket felinicializálja. Vannak még timereink és szemaforaink, tehát timert, mutexet, rekurzív mutexet, bináris szemafort, counting szemafort, és így tovább, ezeket mind egyenként addal hozzá lehet addigálni, és akkor ez szépen belekerül a rendszerünkbe mindenestől. Itt van még ilyen további include paraméterek, amelyet az azt jelenti, hogy további erőforrásokat be kell fordítani, hogyha valakinek szüksége rá, van rá. Ez az X event group set bit from ISR, ez az, amit nekem időnként be kell kapcsolgatni. Itt alatta mindig el is magyarázza, hogy körülbelül egy ilyen rövid magyarázatot, hogy mit akar ez jelenteni, és mindig fel is hívja a figyelmet, hogy ha ezt bekapcsolod, akkor azért az egy picit enni fog, még innen-onnan fogyasztani fog. Jó, meg vagyunk a konfiggal. Bármikor, bármilyen baja van, akkor rendesen bepirosoz mindent, és nem enged generálni semmit, tehát megvárja, amíg rendesen felkonfiguráljuk. Itt van ez a bizonyos fogyasztás táblázat, ezt őszintén mondom, még sosem használtam. Azt néztem, hogy annyit kell egyszer beállítani, hogy milyen akkumulátorunk van. Ki kell választani a megfelelő aksit, amire gondoljuk, hogy szeretnénk használni, mondjuk egy 3,6 voltos akkumulátort, és akkor itt hozzá kell adni steppeket, ahol meg kell mondani, hogy van egy olyan taskom, ami ennyi ideig fut, és utána ennyi ideig békén van, ezt itt szépen felsorolja, és akkor kapok egy görbét, amiben leírja, hogy ha ezt a fajta akkumulátort használod, akkor tudom én hány hónapig fog ez így működni telepes táplálással. Hál' Istennek nekem még eddig nem kellett hordozható eszközzel küzdeni. Jó, ha ez megvan, akkor utána jön a projekt generálás. Egyszer be kell állítani a settings paramétereket, és utána ezt már többet nem is kell módosítgatni, hanem ez úgy nagyjából jó lesz. Első kérdés, hogy hol lesz a project location, tehát hova kell generálni, meg kell adni neki egy könyvtárat, adjunk neki egy nevet, jó kis ASDF, mert az olyan kellemes és ismerős. Utána ennyi fajta ID eszközt ismer, a gyakorlatilag ami itt előfordul a piacon az és számít, ilyen Keil, TrueStudio, Atollic, mi egymás ezeket ismeri. Én általában mindig az SV4 STM32, tehát SV4 STM32-t használom, mert ez ingyenes, Eclipse és nem kell függenem semmilyen más gyártótól. Tehát ha egyszer ezt beállítjuk, akkor ez jó lesz így neki, meg kell adni mekkora minimális heap méret, mekkora maximális stacket hagyunk ennek a eszköznek. Utána MCU referenciát itt még megerősíti, hogy ez a 411R Retix nevezetűt használtuk, és utána megmondja, hogy melyik firmware csomagból fogja ezt legenerálni, és annak melyik verziójából, tehát ez az F4-es és a V1.15.0 firmware-ből fogja ezt generálni. Lefagyott az időnk? Még 41-ig még jók vagyunk, ha igaz. Utána a következő kérdés, hogy mit csináljon a hal eszközöket az ő általa generált kódokkal. Itt annyit mondunk neki, hogy csak a szükséges library file-okat másolban, mert teljesen fölösleges bemásolgatni és fölöslegesen teleírni a könyvtárat mindenféle file-okkal. Érdemes bekapcsolni, hogy külön párba tegye a periféria inicializálásokat, ne pedig a main-be tegye bele, és kapok egy ilyen több 10 kilobájtos main file-t, annak nem sok értelme van. Ha akarom, akkor az előzőleg generált fájlokat bekapolja, hogyha vissza kell lépni, akkor legyen meg, kit inkább jobban bízunk benne. Maradjanak meg a user kódok, amikor újra generál, ezt persze, hogy kérjük, előzőleg generált, már nem szükségeseket pedig lehet törölni. És ami itt nagyon fontos, hogy az összes nem használt pint állítsa analógba, hogy kevesebbet fogyasszon, és az enable full assert, ez világbajnok találmány. Itt a lényeg az, hogy bármikor elszáll a processzor, null pointer, bármiféle
paraméterezési hiba, akkor nem az van, hogy megáll a processzor, hogy veszi föl a villanyt és próbálja meg kitalálni, hogy mi a baja, hanem egy bizonyos helyre jön, és hogyha ott elég ügyes vagyok, akkor meg tudom azt írni, hogy tud jelezni, mondjuk egy konzolra ki tudja írni, melyik fájl melyik sorába sikerült elszállítani, és akkor van esélyem, hogy megtaláljam a hibát. Tehát a full assert ez mindig nagyon kényelmes és jó. Template, itt lehetne beállítani azt a bizonyos FreeMarker template setet, hogy melyikből szeretnénk generálni, de ez nekünk most így az alapértelmezett, ez jó. Advanced settingsbe soha nem kellett még semmit állítgatni. És ha ez így készen van, akkor akarunk egyet generálni itt a projektben, akkor rögtön felteszi a kérdés, hogy hoppá Rézimi, FreeRTOS-t választottál, és hogyha azt akarod használni, akkor erősen ajánlott, hogy ne a rendszer órát próbálja meg gyötörni, hanem rendeljünk hozzá egy különálló timert. Oké, megtesszük. Tehát visszamegyünk a pinoutba, bemegyünk a systembe, és itt a time-based source-nél beállítjuk neki, hogy ne a systic legyen, hanem a timer egyet elhasználni. Tehát egy hardware timert kér a FreeRTOS, ennyit megér nekünk a dolog. Utána azt mondjuk neki, hogy generate code, már tolja is a bitkolbászt egész addig, amíg falnak megy, addig várnunk kell, de amikor ütközött, akkor készen van a projektünk. Ha open projectet mondunk, akkor fel is rántja a SV for STM32-t, és addig, amíg az beérkezik, addig megmutatom, hogy generál még egy hardveresnek szóló jelentést is, ami nagyon kényelmes számunkra. Ez a generate report nevezetű menüpont. Azt mondja open folder, és kaptunk egy jó kis PDF fájlt, amiben ilyen információk találhatók, hogy mi a projektnek a neve. Na, ja igen, közben a Eclipse is beesett. Tehát projekt neve ASDF, milyen boardra készült, milyen chipre készült a dolog, hány lábú, ez fontos, hogy a hardveres azt a lábat illesse, ne egy 100 lábúba gondolkodjon, hogyha 64 lábra terveztük a dolgot. Még rögtön oda is adja neki a lábkiosztást, szépen ékesen színezve, hogy tudjon ellenőrizni. Fel is sorolja, hogy melyik lábat mire használtuk. A sárga azt jelenti, hogy az el van használva a rendszer célokra. A clock ábrát is ide kipakolta, hogy a hardveres ugye nem sokat tud vele kezdeni, de valamire jó. Aztán itt minden infót meg lehet találni, és ebből már mindenki el tud dolgozni, meg a szoftveres csoport is, akinek ezt kiadjuk, és esetleg nincs a kezébe vagy lusta betölteni, akkor egy PDF-ből ezeket a fontos infókat ki tudja magának nézni, és akkor később nincs reklamáció, hogy ja, hát én azt hittem, hogy azon a lábon van, pedig nem ott van, hanem egy egészen másik lábra kormányoztuk. Tehát ez a bizonyos report. Ezt inkább jobban szeretném, hogyha nem így töltené be az Eclipse-et nekem kívülről, mert akkor ez egy kicsit így avétos lesz. Na, sok. Eclipse kicsit lassú, szegény, és hogyha ezt a újfajta beállítást használjuk, akkor rendkívül módon lelassul. Ezt scripten keresztül hívom, és akkor még a régi fajta képernyőt használja, vagy screen kiosztást, és akkor nincs vele különösebb gond. Itt van az a bizonyos ASDF nevezetű, ezt simán be lehet importálni, hogyha nem ezzel az eszközzel a Cubemix-re jövünk, akkor egy mezei Eclipse projektként ezt be lehet importálni. Itt láthatjátok a kiosztást, ami úgy néz ki, hogy van itt egy include könyvtárunk, ebbe bepakolta mindent, ami kell, itt van a FreeRTOS config, itt van az SRC, ide kerültek a források, és amit ő mellé tett skeletont, ez a driversben található, itt van egy HAL driver, ebben vannak az SRC-k így mindenestől, és van itt egy include, ami az include fájlokat tartalmazza. És ami kényelmes, hogy itt van nekünk egy CMS sys is, ami azt jelenti, ez a bizonyos ARM által kiadott kvázi közös használatú operációs rendszer, elég jól támogatja a CMS sys-t is, tehát még azt, akár azt is lehet használni. És a middleware-ben pedig bepakolta a FreeRTOS-nak a dolgait is. Tehát itt láthatjuk a forrásban, itt van az a bizonyos néhány C-fájl, egy-két apróság, ami még a különböző FreeRTOS dolgok kiszolgálásához szükséges. Nézzünk egy main.c-t, ami így néz ki. Gyakorlatilag itt indultunk. Látjátok, hogy itt mindenhol bepakolt ilyen furcsaságokat, user code begin includes és end. Tehát mindig ide kell irkálni, ezeket meghagyja. Tehát, hogyha nem irkáltok ezeken kívülre, akkor ezek mind megmaradnak. Mondjuk itt helyből kell nekünk a... Azt hiszem, hogy ja, itt még nem kell semmi, hanem majd a következőnél.
Itt felhúzta magát, elindította a Halinitet, csinált System Clock Config, a GPIO-t, FreeRTOS-t és megy tovább. És itt vannak ezek a bizonyos titkok, amiről az elején beszéltem, hogy itt kéne tudni, hogyha az ember felhúz egy oprendszert, hogy melyik ilyen PLL-nek, a melyik regiszterében milyen titkos értékeket kell tenni ahhoz, hogy az úgy működjön, ahogy nekünk kell. Hát itt most ezt helyettünk elintézte, és nem nekünk kellett ezzel megszenvedni. Itt van a full assert, amit ha kértünk, akkor itt az assert fail nevezetű helyre fog beérkezni, ahol már szolgáltatja, hogy melyik fájnak, melyik sorában szállt el a kód. Tehát csak annyit kell csinálni, hogy csináljunk egy konzolt, ami ezt ki tudja küldeni a kimenetre, és akkor, hogyha elszállt a rendszerünk, akkor legalább kiírja, hogy melyik C-fáj, melyik sorában pusztult el, és ott kell keresgélni a hibát. Vannak még további fontos infók, amit meg kell tennünk. Például a FreeRTOS-ben, SRC-ben található FreeRTOS.c. Ide hozta létre nekünk a... Itt van az initje, itt létrehozta a taskokat, összesen egy taskunk volt, és nem csináltunk semmilyen más holmit, és itt van a default task, ami most annyit csinál, hogy egy millisekundumos időzítéssel vagy altatás után körbe-körbe járkál. Most csak annyit tegyük, mert nem túl sok időnk van, hogy húzzuk be, hogy villogtassa ezt a ledet. Akkor az annyi teendő, hogy ide be kell inkludolnunk a halt, hogy hozzá tudjon férni. Az azt jelenti, hogy kell ide egy include, és STM32F4 és a hal.h kell nekünk mindenestől. És jövünk a FreeRTOS, init már nem érdekes, itt vagyunk. Annyit kell itt tenni, hogy hal, GPIO és toglepin. LD2 volt a neve, amit ott elneveztünk, annak a portja, és LD2 annak a pinjét kell forgatni. És tegyünk még egy 500 millisekundumos időzítést, mert másképp csak összefolyik az egész, és nem sokat fogunk látni ebből az egészből. És ha szerencsénk van, akkor innentől csak ennyit kell csinálni, hogy nyomunk egy fordítást, itt szépen nekiáll, és keményen elkezdi fordítani a dolgot. A jó sok C-fájt mindestől végigforgatja. És ha minden szép és jó, akkor ez itt működőképes lehet. Utána meg kéne próbálni leflash-elni a boardba. Most az a szép, hogy ha az ember letölti ezt az STM32-t, akkor mind Windows-on, mind Linux-on feltelepíti a fordítót, feltelepíti a JTAG hajtányt, tehát semmivel nem kell foglalkozni, így magától bedugja a konnektorba, és működik ez a Hawaii DigiPizza kategória ebben a témakörben. Aki valaha már próbált azzal szenvedni, hogy beindítani egy debuggert úgy, hogy tudjon működni egy ilyen csipen, és meg is tudjon állni, és lehessen regisztereket nézni, akkor tudja, hogy miről beszélek. Ha el akarjuk indítani, akkor jobb gomb rajta, debug S, és mint alkalmazás, kis molyolás után leflesselte. Ezt még nem jöttem rá, hogy lehet kiszedni, hogy minden áron, ha kell, hanem megállít a main elején. Ezt nem lehet rászedni, hogy ezt köszönjük, nem kérjük, úgyhogy tovább kell lögdösni, és itt villog nekünk a zöld ledenk, ami 500 millisekundummal. Természetesen meg is lehet állítani, hogyha ide teszünk egy töréspontot, akkor nagy valószínűséggel, ha nem, nincs kikapcsolva, akkor egyszer csak megálltunk itt. Természetesen változókat, regisztereket, mindent klasszul meg lehet nézni, hogyha valakinek szüksége van erre. Jó, nagyjából ennyi, amit ez így összesen tud, és összesen 2 percen maradt, úgyhogy most már csak egy apróságot tudok elmondani. Interrupt kezelése az mindig komoly problémát szokott okozni. Roppant egyszerű a kezelés. Azt a trükköt csinálja, hogy megírták előre a interrupt kezelést. Ha bemegy az ember mondjuk a hal.uart.c-be, akkor olyan mintát kell keresni, hogy weak, gyenge. Itt van az init. Itt található a deinit, aztán mi van, hogyha complete callback, tehát adás befejeződött, itt van, hogyha félig kész az adás, vétel befejeződött, és félig áll a vétel. És akkor azt látjátok, hogy mindenhol unused HUART van, tehát megírták előre ezt az interrupt kiszolgáló függvényt, és ha akarom, akkor felül tudom definiálni, egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy be kell menni a megfelelő, ezt el kell másolni, tehát Eris Complete Callback például ez kell nekünk, akkor a weak nélkül ezt berakom a clipboardba, átmegyek a gyári eredeti SRC-ben található USART, ugye megtalálom, USART.c-be, itt van a USART-nak a felhúzása, 115.200, egyebek, itt van a rengeteg titkos paraméter, amit az elején mutattam, DMA, stb.
és egész egyszerűen csak annyit kell, itt van egy user code begin 1, ide behozzuk, és itt ide fog beérkezni az interrupt, megmondja, hogy melyik portról érkezett, és innentől nekünk már csak ki kell szolgálni a kérést, és rendben is vagyunk. Tehát azt hiszem, hogy a eddigiekhez képest, ami mondjuk egy ilyen 5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt is akár CBOS-szel hagyományos textfájlos beágyazott programozás, ahhoz képest ez egy picit begyorsult, és sokkal kényelmesebb és egyszerűbben lehet megvalósítani. Csináltunk ma azóta a saját bordot is, tehát nem csak ezekkel a Discovery bordokkal, hanem saját bordon is, ami 5 soros port kezelt, 2 SPI-t, Bluetooth van rajta, meg mindenféle csoda, és az is egészen kényelmesen fölkonfigurálható és működőképes. Pont időben vagyunk, 16:45, akkor én megköszönöm a figyelmet, és akinek van kérdése, próbál rá válaszolni. Medbevágó volt. Jó, oké, akkor köszönöm szépen.